hatalmas hiszi, semmi más. Egy oltári nagy csalódás, szép arc és még hat másik. Te sem vagy szent, ez jól látszik. Száz szónak is egy a vége, zárjuk le a dolgot végre. Nélküled új élet vár. Száz szónak is egy a vége, zárjuk le a dolgot végre már. Belőled én elhúzok, még mindig arra gondolok, hogy mitől is voltunk boldogok. Miért gondoltam, hogy működhet, hiszen nem volt több, csak egy rossz ötlet. Száz szónak is egy a vége, zárjuk le a dolgot végre. Nélküled új élet vár. Száz szónak is egy a vége, zárjuk le a dolgot végre már. Új élet vár. Szólnak is egy a vége, zárjuk le a dolgot végre már. Új élet vár. Kaptunk egy kis ízelítőt mai zenekarunktól, a Dirty Slippers-től. Hanghullám rovatunk vendége pedig a zenekar vezetője, Lobószalóki Lázár. Szép jó reggelt kívánok! Szia, és hát nagyon szép délelőttet nektek! Engedd meg, hogy kerek 30. születésnapod alkalmából gratuláljak, hogy azzal lepted meg magad, hogy eljöttél hozzánk adásba. Zenéli, ráadásul Révfülöpre, hiszen így te van. Ugye gyakorlatilag hát félig meddig innen, igen, Kőbágyos és Révfülöp. Köszönöm szépen a köszöntést, és szeretném megköszönni a szerkesztőknek, hogy ilyen kedvesek voltak, hogy megengedték, hogy a 30. születésnapomon itt legyek. De hát ja, zenésznek ez a legjobb dolog. Hát ez akkor gyakorlatilag most is úgy éled meg azzal a boldogsággal, vagy gyermeki énednek a sugárzásával a Révfülöpi ezt a helyszínt, mint ahogy ez volt valóban gyermekkorodban. Természetesen, hát nekem az nagypapám egyébként édesanyai ágon innen származik, Kővágóesről, úgyhogy most reggel már megérkeztünk egyébként 8 órakor, mert tegnap Zamárdiban egy nagyon kedves barátunk, a Petinén, aki a turné menedzsere a zenekarnak, megszálltunk, és volt egy hajnalig tartó nagyon jó kis beszélgetés, és reggel felmentünk Kővágörsre, és itt szétnéztünk Révfülöpön, és ha nem csíp meg a darázs, el is tudom mondani. Igen, most próbálkozik mindenkire. És igen, tehát nekem fantasztikus történeteket tudnék elmesélni itt a Balatonról, ami egész gyerekkoromban egy ilyen átívelő, tehát egész életemben arra készültem gyakorlatilag, hogy amikor kisgyerek voltam, hogy a Balatonra tudjunk jönni turnézni, és évről évre több koncertünk van a Balatonnál, úgyhogy ez teljesült, és elképesztően boldogok vagyunk emiatt. És nem csak a Balatonnál van egyre több koncertetek, hanem egy nagyon komoly fellépésre készültetek. Egyedül egy magyar vendégként fogtok most debütálni egy fesztiválon. Igen, így van, Aradon lesz egy nagy koncertünk, aminek azért örülünk borzasztóan, mert ugye a zenekar eredetileg még valamikor Gyuláról indult, és ott van még mai napig is a próbaterem, a szüleimnek a házában, a szomszédok legnagyobb örömére. És az az igazság, hogy azért nagyon fontos ez nekünk, mert ez Románia legnagyobb zenei fesztiválja, és mi rengeteget játszottunk Erdélyben, rengeteget játszottunk az olyan magyar város, vagy az olyan romániai magyar lakta városokban is, ahol nagyon sok székely él, és ezek után az, hogy minket meghívnak egy olyan fesztiválra, ahol azért a közönség 99%-a román anyanyelvű, és maximum annyit tudnak, hogy vannak magyar zenekarok, akik egyébként járnak fellépni mondjuk Erdélybe, ez nekünk egy fantasztikus dolog, és hát egy világsztár előtt játszunk,
ami még egy olyan... Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy ez is egy rang, gondolom, hogy kvázi előzenekarként vezetitek fel őt is később, pontosan? Így van, a Paul van Dyckról van szó, aki ugye az egyik legismertebb DJ a világon, és szerintem egyébként azért is lettünk berakva elé, mert ő is a George Shillinggel dolgozik, az Oasisnek, a Madonnának és a Michael Fieldnak a producerével, és mi is, úgyhogy úgy, ez így nagyon kapóra jön. Elég jól névsor, tehát aminek a végére oda vigyeztetnétek. Igen, ez nekünk nagyon megtisztelő, ez így tökéletes. Azért elég hosszú út vezetett idáig, mi minden történt veletek az elmúlt évben? A tavalyi év az elképesztő sikeres volt, tehát nálunk tényleg, aki a Dirty Slippersről bármit is tud, az tudja, hogy az egyik legtöbbet turnézó magyar zenekar vagyunk, mi erre elképesztően büszkék vagyunk, és az idejében megfogadtuk, hogy nem akarunk annyit koncertezni, mint tavaly, és aztán sokkal több lett, mint tavaly. Tehát, hogy évente adunk egy ilyen 80-90 koncertet, szerintem mi az idejében a 100-at is átlépjük. Nagyon gyakori az, hogy esténként 2 vagy 3 helyszínen játszunk, és hát ez a dolgunk, és ameddig bírjuk, és ameddig ott nem maradunk egyszer a színpadon, szívroham következtében, hát addig ez így is lett. Hát így 30 évesen szerintem ez még azért. Hát közeledik. Minden állam váljon így valóra, ahogy mondtad, a tó körül is rengeteget koncerteztek. Miket hoztatok hozzánk? Ugye az előbb hallott dal az első lemezetekről van. Hoztatok-e újdonságot is? Így van, eljátszunk ma. Azért nagyon jó ez az adás, azért lehetőségünk van arra, hogy mind a 3 lemezünkről egy dalt bemutassunk, és elhoztuk a Most már más lesz című egyik vadi új dalunkat is, amit még nem is játszottunk, azt hiszem, egyetlen egy televíziós műsorban sem, illetve játszunk az Ahol te vagy címmel egy olyan dalt is, ami minden egyes koncertünkön egyébként Bódi László cipő barátunk emlékének szól, és azt gondoltuk, hogy ennek is helye van itt a műsorban. Sőt, ha már cipőt említetted, akkor azért a Republik előtt is sokat hallhatott benneteket a közönség. Így van, nagyon jó időszaka volt az az életünkön, amikor kísértük a Republikot fesztiválokon, különböző stadionokban, arénákban játszottunk együtt. Most már szerencsére viszont az a helyzet, hogy nekünk is annyi koncertünk van önállóan, hogy évente 1-2 nagy koncert van közösen, de hát ezek mindig ilyen elképesztő zenei ünnepek számunkra. Lázár, akkor további kellemes ünneplést és minél kevesebb pihenést kívánok meg. Köszönjük szépen, gyúrunk rá, hogy így legyen. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Aki ugyanazt érzi majd legbelül, többé senki más, csak ő és én a világ tetején. Most már más jön, aki megbecsül, aki ugyanazt érzi majd legbelül, többé senki más, csak ő és én a világ tetején. Most már más jön, aki megbecsül, aki ugyanazt senki más, csak ő és én a világ tetején. Most egy igazán dirty koncerten folytatja, és egy viharos dallal itt a balatoni őszben. Viszontlátásra holnap!
hibát. Tudom, én voltam rossz, és én voltam más, hamis benyomás. Várj még rám, többé nem kell más. Várj még rám. Az otthonom, nincsenek szabad az otthonom, otthonom. Ott van, ahol te van. Soha nem hagylak el, rólad nem mondok le. Nekem. Lehet voltak viták, és voltak csaták, na de hol nem? Várj még rám, többé nem kell már. Várj még rám, az otthonom. Nincsenek szavak az otthonom.